Na hello mindenkinek, szíves vagyok, és Half-Life 2 újra, és nem tudom, honnan jöttem. De azt hiszem megvan. Szóval... itt vagyunk ezen a... nem mondom, helyen. És kicsit, mintha leesett volna az FPS-em, de nem vészes a dolog. Miért hallok menhekkeket ezzel a helyet? Jaj, ezt a helyet, de utálom, na, hogyha itt felrobban valami, akkor mind meghalunk. Szóval ezt nem kéne játszani. Jaj, te szegény, csak nem be vagy szorulva a rács alá. Jaj, hogy egyem a szíved. Ó, basszus. Anna, igen, ettől féltem. Élek. Ez igazából nem is van túl észre, azt hiszem, mind meghalunk. De nem. Rohadjatok meg, de utállak titeket. Oké, nincs több. Szóval... de van egy... valahol. És csak azért is megkarmol kétszer. Csókolom. Jaj, még te most szólsz meg, maxulálsz meg először. Igen, elmentem inni. Ja, jó, ezt mondhattad volna felvétel előtt. Hát de elvesz. Most ez a hely mi ez már? Mit kell itt csinálni, nem emlékszem. Erre a csőre lá kéne valahogy ugrani, csak eléggé elérhetetlen. Nagyon vicces ez a képernyő megosztásos dolog, nem látok semmit. Hát akkor tök jó, hogy van. Rak már be ablakos módba. Mi? Ablakos mód. Tudod mi az? Window mód, de hát ezt nem rakom be. Jó. Play hát, IT. Így kell... ja, így kellett ide feljutni. Holnap Play IT, ennek örülök, ám bár amikor ezt a videót már csak vasárnap fogom feltölteni, szóval jóval a Play IT után, de nekünk még holnap lesz. Igen. Erre emlékszem erre a helyre, csak nem tudom, mit kell csinálni. És a Play IT is tudsz, azt mikor fogod feltölteni? Azt valószínűleg azt is vasárnap. Akkor előbb ezt. Miért? Mert ebben mondjuk el azt, hogy feltöltöd a Play IT-s cuccot. És akkor elég furcsa lenne, hogyha előbb van fent a Play IT-s cucc, mint amiben elmondjuk, hogy fel lesz a Play IT-s cucc. Mi? Na mindegy, ne filozofálj inkább. Hol van itt? Ott az a hely, ahova nekem menni kell. És nem. Rohadjatok meg. Nem ti. Oké. Ideje nem volt FTP videó ennek, az oka, hogy nem tudok nadarral beszélni. Mert sosincs fent Skype-on. De amint... és hát nem kell 6 millió kommentálban már, hogy hol van az FTB? Majd lesz idővel. Nem gondoltál arra, hogy írjál a Crafters Channelnek egy üzenetet? Nem gondoltam rá őszintén. Szóval, most megengedtem a vizet, ez most mitől jobb? Mindegy, valamiért biztos, taktikai szempontból jó. Nem az, hogy felemeli a dolgokat, amik ott vannak? Hát ez nem igaz! De utállak titeket. Alig várom, hogy legyen Gravity Gun-on. Sokkal könnyebb rá lehet bánni Gravity Gun-nal ezeket. Rohadjál meg. Ez jó dűlevezető legalább. Szóval igen, most itt van a víz. És... És miért jó, hogy itt a víz? Oké. Érdekes. Hát mégis itt kell valamit csinálni. Maybe. Víz alatt. Itt a víz alatt nem tudok átjönni. Akkor... csak így simán. Nem. Mit kell csinálni? Jézusom. Igen, látszik, hogy rég játszottam. Elfitt le kell menni és itt valamit csinálni. Itt bejönni, mondjuk. Ja, oké, megvan. Rendben van. Én addig meginterjúvollak. Hányszor vitted végig eddig a Half-Life-ot? Hát ez párszor. Hányszor? Kétszer talán.
De játszottam úgy is, hogy csak fejezeteket, tehát mondjuk... Mondjuk csak a... Itt tudom én, x-edik fejezetet viszem ki. Ez valamiért megmagyarázhatatlan élvezetet jelentett. Értem. És mikor vitted végig először? Először? Hú, nagyon régen. 2000... Hú, komolyan nem tudom. Azt hiszem nem is én vittem végig, hanem először a bátyám, és én csak néztem, ahogy ő végigviszi. És utána vittem először én egyedül önállóan ki. És ezelőtt utoljára mikor vitted végig? Ezelőtt egy éve talán. Hát de nagyon-nagyon régen volt. Hát az régen volt, egy éve. És mi az random lesüllyedek így végig. Istenem, hát mi ez? Ezt meg szabad mondani, hogy neked nem eredeti a Half-Life-ot? Igen. Rendben, akkor válaszoltam az emberkének a kérdésére, aki írta neked. Tényleg nem lenne az jó, hogy most olvasnék neked értelmes kérdéseket? Hát jó lenne, de ki is találhat, és akkor legalább eltöltjük valamire az időt, amíg én ezzel nem szerencsétlen azt mondom, hogy olvasok, szerencsétlenkedek. Olvasok neked nézői kérdéseket is akkor. Hát abból nincsen nagyon sok. Hát... Nagyon vicces, jó, mert volt egy emberke, aki tőled meg akarta kérdezni, hogy engedezze neki, hogy ő csináljon egy Half-Life végig jelszes videót. Hát nekem az, az nekem mindegy, hogy ő csinálja vagy nem. Megbaszolom komolyan. És megint lecsesz a víz alá. Half-Life fizika. Ah, végre! Jézusom. Jól van. De úgy látod is, hogy mit csinálok? Nem látom, mert megálltott a loading képernyő volt, szóval ezért most nézegetem itt a dolgokat, hogy jó. Miket kérdeznek a nézőit tőled. Oké, jöhet. Szivacs birodalom lesz, vagy nem? Nem, aztán befejeztem. Unalmasnak találtam. Most összetörte egy csomó ember szívét, mínusz 30 feliratkozó. Jaj, ne. Ah, ez nem igaz. Rohadt anyádokat. Mindenkivel az. Hátulról, előről jönnek mindenhonnan, hát itt fog berédzselni. Te is rohadjál meg ott, ahol. Igen, te. Ah. Te is megrohadtad. Egy kérdés, van itt egy megjegyzés eltávolítva visszatartott szerző cuccikban. Half-Life első rész elején, ott az elsőző emberkel akart lenni? Lehet, nem tudom. Vagy amúgy azokat, ha azok hogy tűnnek el? Vagy ezt letörli a kommentíró, lehet olyat. Tényleg? Nem csak mindegy. Okay, no man hacks this time, please. Bár én hallok valahol egyet, hogy rohanna meg. Ott van. Úgyhogy ez nem az volt. De, hogy rohadnám meg. Utálom ezeket a kis szarokat. Kimúlt. Ő is ezt tök fölöslegesen csináltam, örülök. Akkor itt hogy kell menni? Merre kell menni? Erre? Innen jöttem? Nem. Jó. Geiger-Müller számláló beindult, úgy hallom. Szóval ez akkor... Milyen számláló indult be? Geiger-Müller számláló. Tudod, ez ami recseg? Ja, tudom. A franc a pillanat. Kontelefon. Addig egyről beszélek a videóba. Hogy vagytok? Hogy te nagyon szép ízik hulla. Na, merre kell itten akkor menni? Jó, hát ezt nem kellett volna. Old meg, légy szíves. És egy végtelen ellátás, ennek örülök. Igen, én vagyok Freeman.
Black Mesa East to Station 6. Do you read? Dr. Freeman is on his way down river. Okay, Rólam beszélnek. All the help you can. Repeat. Gordon Freeman has returned. It is critical he reaches Black Mesa East. Aha. Bemondták a rádióba, hogy létfontosság, úgy elérjem a Black Mesa East-et. Ez kedves. Ó. Oh. Hát igen. Meghaltatok. Már hányan jöttek ki egy ilyenből? Úgy tök jó, hogy valaki így elküldte ezeket a... ezeket a kis lószarokat. Ilyen űrhajón. Nem hiszem, hogy ezek tudnak itt, tudják űrhajót irányítani, szóval... valaki elküldte őket fentről. Mostantól ilyen lószarral nyomulok, mert megtehetem. De utálom ezeket is. Szóval... és előássák magat a rohadt földből, nézd meg! Nagyon fertelnek. Oh, hello! Hát ez itt már meghal elég rendesen. Jó. És innen is kijönnek, nézd meg. Eddig jó? Hát ez nem igaz. Na jó, most a SMG-vel végzek veled, te szar. Na hát mondjuk így egyszerűbb, igen. Ezt meg kell, hogy valljam. Erre, gondolom. De a felé lett ima játék első zombia amúgy. Nem volt túl nehéz. Te se. Hol vagy? Oké, okay, jó, nagyon jó. Ez itt elektromos, persze, hogy az nagyon könnyű legyen. Au, au! Jó, hát van itt már minden, öcsém. Kitörő zombik. Földből elő, magukat előásó headcrabek. Nagyon boldogság és öröm, komolyan. És itt már voltam, nem? De innen jöttem, jó. De ez mi az, hogy előássak magukat? Különböző helyekről. Ugye én itt már egyszer voltam is. Au! Na jó, van most már. Nem baj, itt van élet. Na jó, szórakozol velem. Na gyertek. Ha. Jó, ez mondjuk tetszett. És ezen a kis sindalom. Ah! És rád miért nem hat? Ha méreg, akkor komolyan. De miért ne játsszál? Nem vicces. Szóval... na jó van, rohadjatok meg, én már itt se vagyok. Rohadt űrhajótokkal együtt. Na és ott van... az a cucc, az elkövetkező időben nagyon jó barátom lesz. Hey, Dr. Freeman! I've been hoping you'd show up. Got this airboat all gassed up and ready to go. Király. It's gonna be tough dodging civil protection out there in the open, but drive hard and you'll make it. You'll find more help up at Station 7. Just a few bends up the river. It's the old red barn. Okay, megyek is. Climb on in, fire her up. Na ez nagyon vicces lesz, emberek. Jól fogunk szórakozni, remélem. Super hang. Annyira vicces, nagyon jókat lehet vele ugratni. Gondolom, itt akkor itt át kell menni. És az a jó ezen, hogy száraz falon is lehet vele menni. Mert kifejezetten örülök. Ezt feltekerjük gyorsan. Ó, nem akartam pááááá beleesni. Level detected, tudom. Nem vagyok hülye. Na, menjünk tovább. Yay! Törjünk át mindenen, like boss. Loading. Oké. Okay. Pum 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 pum. Akkor ennyi ide egy telefonál. Ez vicces. Nem baj, elboldogulok egyedül, ugye? Ugye nem vagyok túl rossz kommentár.
Ott van G-man amúgy. És ugye a hajón lehet bekapcsolni a fényt, ezt hiszem, hogy erre nemrég jöttem rá. Igazából szerintem tudtam. A FPS-em elég változó ezen a mapon. Valamiért. És ott egy csávó, aki segített. Gyere szívem, dobjad. Ajjaj. És itt megint van egy puzzle, amin annó sokat gondolkodtam. Az az első dolgunk, hogy megöljük, jó. És ott kezdődik, hogy itt be kell menni. Ez az első lépés, most nagyon, nagyon nagy lag volt egy ideig. De úgy tűnik beállt, ugye 70 körül lire. És akkor ezeket itt bele kell dobni. Na, komolyan. Küldtetek egy újat, csak hogy trollkodjatok velem. Jól van. Combine a troll. Na, ezeket szépen ide pakoljuk. Hát igen, így könnyű, hogy kijátszottam már párszor, de nem baj. Aki esetleg nem tudná, annak jó kis segítség szerintem, remélem. Ugye? Ó, oh, nem oda. Te buta. Már ide. Most. Nem már. Szóval. Te még ide jössz le. Jó, és akkor elméletileg ez beállt. Egyenesre, vagy nem, pont az, hogy nem egyenesre, hanem ilyen lejtősre. És akkor szerintem, majd itt folytatom. A következő részben a hídon túltól. Szóval, ja, addig is sziasztok!